alkotmány is az illetékes miniszter, illetve a miniszterelnök elnejegyzését írná elő. Az alkotmány előkészítő eseti bizottság vizsgálta a kétkamarás parlament visszaállításának kérdését. Végül csaknem egyhangú szavazással ezt a megoldást elvetette. Az államszervezet működése tekintetében csupán néhány változtatásra tesz javaslatot a bizottság, melyet az elmúlt néhány év politikai tapasztalatainak tanulságaként ajánl az országgyűlés figyelmébe. Az egyik javaslat az országgyűlés feloszlatásának lehetőségét tenné könnyebbé. Az alkotmánykoncepció e tekintetben azt tartalmazza, hogy az országgyűlés a jelenlegi szabályozáshoz képest már akkor is feloszlatható legyen, ha 12 hónapon belül legalább 3 esetben vonja meg a kormánytól a bizalmat, illetve ha a költségvetést nem fogadja el. Feloszlatható lenne az országgyűlés a javaslat szerint kivételesen akkor is, ha az súlyos bizalomvesztés okából előállott alkotmányossági politikai válság feloldását szolgálna. A másik javaslat a konstruktív bizalmatlansági indítvány átalakítására irányul. A változás abban állna, hogy az országgyűlési képviselők által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány előterjesztéséhez az alkotmány nem írná elő új miniszterelnök jelölését. Ez a javaslat a kormány parlament előtti felelősségének érvényesítését tenné hatékonyabbá, leválthatóságának könnyebbé tétele útján. Az alkotmány koncepció az előbbieken kívül két további változtatást tartalmaz, mégpedig a köztársasági elnökkel kapcsolatban. Olyan helyzetekről van szó, amelyekre eddig szerencsére még nem volt példa. Az egyik javaslat a köztársasági elnök helyettesítése kapcsán az elnöki hivatalt átvevő házelnök államfői joggyakorlását mentesítené minden ma meglévő alkotmányos korlátozástól. A másik javaslat a köztársasági elnök esetleges büntetőjogi felelősségre vonásának szabályozási hiányosságait igyekszik pótoltatni. Tisztelt Országgyűlés! Az Alkotmánybíróság az elmúlt két évtizedben mind az államszervezet működésével kapcsolatosan, de ezen túlmenően is több nagyon fontos alkotmányértelmező döntést hozott. Az alkotmány előkészítő eseti bizottság javasolja ezek közül a legfontosabbakat magába az új alkotmányba is beépíteni. Az alapvető jogok korlátozásával kapcsolatban már említettem egy ilyen, a határozatok sokasságával kialakított és állandóvá vált gyakorlatot, a szükségességi arányossági teszt alkalmazását. Ilyen nagy jelentőségű alkotmánybírósági döntés továbbá az az országos népszavazással kapcsolatos alkotmány értelmező határozat, melynek értelmében alkotmány módosítását eredményező ügydöntő népszavazásra nincs lehetőség. Mivel a koncepció az országos népszavazásra bocsátható tárgyak körének meghatározását alkotmányban szabályozandó kérdésként kezeli, a bizottság arra is javaslatot tesz, hogy az említett alkotmánybírósági alkotmányértelmezést az új alkotmány szabályaiba iktassuk be. Közvetlenül az államszervezet működésével kapcsolatosan két alkotmánybírósági döntést tart a bizottság szükségesnek az új alkotmányba beépíteni. Mind a kettő a köztársasági elnök és a kormány viszonyával kapcsolatos az államfői hatalomgyakorlás összefüggésében. A bizottság javasolja, hogy az új alkotmány közvetlenül is tartalmazza azt a szabályt, hogy a köztársasági elnök, a kormány, a miniszterelnök, illetve a miniszter előterjesztésének teljesítését csak akkor tagadhatja meg, ha az jogszabályba ütközik, illetve az államszervezet demokratikus működését súlyosan zavarná. A másik beépítendő alkotmánybírósági határozat értelmében a kitüntetésekre vonatkozó javaslat csak akkor lenne megtagadható, ha az az alkotmány által védett értékeket sértene. Tisztelt képviselőtársaim! Komoly fogyatékosság a jelenlegi alkotmányunknak, hogy szinte semmit sem tartalmaz a közpénzügyekről.
A mai kor igényeinek megfelelő alkotmányokban ezeknek a kérdéseknek legalapvetőbb szintű szabályozása elengedhetetlen. Az alkotmánykoncepció javaslatot tesz ennek a hiányosságnak a pótlására, az új alkotmányban a közpénzügyek legalábbis elemi szintű szabályozására. Részletekbe e tekintetben sem kívánok bocsátkozni, csupán arra utalok, hogy a koncepció közzététele óta közéletünkben elhangzott felvetések szükségesnek ítélik a felelőtlen költségvetési gazdálkodás alkotmányos korlátainak megteremtését. Úgy gondolom, ezek is olyan jogos felvetések, melyek a vita eredményeként megfelelő szabályozás kialakítását fogják eredményezni új alkotmányunkban. Tisztelt Országgyűlés! Az alkotmány előkészítő eseti bizottságnak az igazságszolgáltatást érintő leglényegesebb javaslatát a közigazgatási bíróság felállítása képezi. Számos ezt szorgalmazó jelzést mérlegelve jutott bizottságunk arra a meggyőződésre, hogy a közigazgatás törvény alá rendelésének fenntartása érdekében szükség van működése és cselekménye törvényességének és célszerűségének önálló közigazgatási bíróságok útján történő felülvizsgálatára. Az alkotmánynak azt is szabályoznia kell, hogy a közigazgatási bíróság hogyan illeszkedik az igazságszolgáltatás rendszerébe. Ennek konkrét módjára a koncepció nem tett javaslatot. A bírói függetlenség garanciáit a mostani alkotmányos szabályozáshoz hasonlóan a koncepció sarkalatos törvényre bízza. Egy kardinális követelményt azonban jelesül: a bírák elmozdíthatatlanságának és áthelyezésének az alapelvét, amely alól megjegyzem sarkalatos törvény kivétel tehet, hiszen létezik alkalmatlanság és fegyelmi elmozdítási ok is. Tehát ezt az alapelvet bizottságunk az új alkotmányban fontosnak tartja kimondani. A bizottság az igazságszolgáltatási tradíciók nyomán javasolja az igazságszolgáltatás legmagasabb szintjén álló bíróság elnevezését a nyelvtanilag is hibás legfelsőbb bíróságról a hagyományos kúria elnevezésre változtatni. A bizottsági vitában más hagyományos bírói fórum megnevezések használatát is szükségesnek tartották a bizottság tagjai, így például a törvényszék elnevezésének a használatát. Erre a javaslat kizárólag azért nem tér ki, mert az igazságszolgáltatási fórumrendszer szabályozását a koncepció értelmében sarkalatos törvény valósítaná meg. Lényeges változás továbbá, hogy miközben a koncepció változatlanul a kúria feladatának tekinti a jogegység biztosítását, a mindenkire kötelező jogegységi határozat eszközét alkotmányi szinten nem írná elő. Ez azt jelenteni, hogy a kúria számára jogilag kötelezően követendő határozati formák nem állnának rendelkezésre. Az igazságszolgáltatás régi és újabb tapasztalatai azt mutatják, hogy a jogegység biztosítására az erre hivatott legmagasabb szintű bíróság kötelező érvényű eszközök nélkül is képes. Az alkotmány előkészítő eseti bizottság a bíróságok igazgatását illetően nem tesz változtatásra javaslatot. Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az alkotmányos rendelkezések keretein belül sarkalatos törvényben a bírósági reform tapasztalatai hasznosításra kerüljenek. Az új alkotmány koncepciója az ügyészséget az igazságszolgáltatás közreműködőjének tekinti, és ezt minősíti alapvető feladatának. Az alkotmány előkészítő eseti bizottság irányadónak fogadta el az ügyészség nemrégiben történt alkotmánymódosítással megerősített államszervezeti helyét, így a koncepció az ügyészséget illetően semmilyen érdemi változtatásra nem tesz javaslatot. Az új alkotmány koncepciója említést tesz a közjegyzőkről, akikre törvény igazságszolgáltatási feladatokat ruházhat, illetve az igazságszolgáltatásban közreműködő ügyvédekről. Végül
Szólnunk kell, tisztelt képviselő társaim, az Alkotmánybíróság intézményéről. Az alkotmánykoncepció az Európában többségében uralkodó modellt követve az alkotmánybíráskodás funkciójának ellátására változatlanul az Alkotmánybíróságot intézményesíti. A bizottság javaslata az alkotmányvédelem pontos eszközrendszerének részletezésére nem vállalkozik. Ebben a jelenlegi alkotmányos megoldást követi. Ebből következően a hatáskörök és az eszközrendszer pontos meghatározása hasonlóan a jelenlegi szabályozáshoz sarkalatos törvény tárgyát fogja képezni. Tisztelt Országgyűlés! Jó néhány állami szervről, köztük magáról az önkormányzati szervek rendszeréről nem tettem említést. Ennek az a magyarázata, hogy ezeket a szerveket illetően vagy egyáltalán nem beszélhetünk változásról, vagy azok olyan speciális jellegű módosulások, amelyeknek az alkotmányos rendszer egészét illetően nincsen nagyobb jelentőségük. Ez nem jelenti azt, hogy a vita során az államszervezet egészének részletkérdéseként nem kerülhetnének szóba. Tisztelt képviselőtársaim! Az új alkotmány megalkotása hatalmas, megtisztelő és különösen felelősségteljes feladat. Úgy gondolom, hogy abban részt venni, tudásunkat, javaslatainkat közkincsé tenni, az egész nemzettel szembeni kötelességünk. És ezen nem csak a mai generációt, hanem a jövendő nemzedékeket is értem. Az alkotmányozás egyben jó alkalom a megosztó árkok feletti hídverésre. Választóink azt várják tőlünk, hogy kezdjük el ennek a hídnak a megépítését. Ennek jegyében bocsátom vitára az alkotmány előkészítő eseti bizottság javaslatát. Alkossuk meg közösen a nemzeti megújulás és az összefogás magyar alkotmányát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő úr! Most az Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottsági Álláspont és a kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor. A napirendi ajánlásnak megfelelően 30-30 perces időkeretben. Először megadom a szót Horváth Zsolt képviselő úrnak, a bizottság előadójának. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Az Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság 2011. február 14-i ülésén nagy többséggel az Országgyűlés számára elfogadásra javasolta a határozati javaslatban foglaltakat. A bizottsági vitában számos érv fogalmazódott meg, és ismertetésre került az Alkotmány előkészítő eseti bizottság több hónapos tevékenysége is. Elhangzott az is, hogy ez a koncepció, amely most előttünk fekszik, tulajdonképpen egy vitairatnak tekinthető. Az alkotmány előkészítő eseti bizottság nem akarta társadalmi körökből megfogalmazható vélemények elébe vágni egy koncepció eleve elkészítésével. Ezért úgy indította munkáját, hogy az alapvető államhatalmi ágak képviselőihez, az alkotmányban megnevezett egyéb állami szervek képviselőihez és vezetőihez fordult. Nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatokat, helyi önkormányzati szövetségeket keresett meg. Továbbá megkereste a tudomány műhelyeit, mind a 10 egyetemet, a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetét, és megállapodás született abban is, hogy a frakciók 5-5 társadalmi szervet felkérnek véleménynyilvánításra. Ez meg is történt. De ezen túlmenően mindenki számára, magánszemélyek és társadalmi szervezetek számára is lehetővé vált a véleménynyilvánítás. A bizottság ülésen elhangzott, hogy ennek eredményeként 2010. december 20-áig 247 vélemény vagy észrevétel érkezett. Ezzel párhuzamosan számos konferenciára, szimpóziumra, kerekasztal beszélgetésre került sor, melyek szervezésében az egyetemek
részt vette kiemelten az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Ez a koncepció így készült el munkacsoportokban. A munkacsoportok dolgozták ki a különböző alkotmányos területekre a javaslataikat. A munkacsoportok munkájának befejezéséig még valamennyi frakció részt vett ebben a munkában. Tisztelt Ház, a bizottsági vitában a többség véleményeként elhangzott, hogy az egyik alapvető megközelítése volt az eseti bizottságnak, hogy egy emelkedett hangvételű és ebből következően kisebb terjedelmű alkotmányra, alkotmány kialakítására tesz javaslatot, amelyben a leglényegesebb alkotmányos alapelvek, illetőleg alapintézményeket illetően a legfontosabb és garanciális szempontból is a különös jelentőségű védelmet illető szabályok jelennek meg azzal, hogy a további részletek, ideértve a garanciális részleteket is, kétharmados törvényekben, úgynevezett sarkalatos törvényekben kerülnek elhelyezésre, és a garanciális szempontokra igényt már nem tartó további rendelkezések pedig akár egyszerű törvényekben is. Ahogy a bizottsági többségi véleményben is elhangzott, ami az alkotmányos értékeket jelenti, léteznek az alkotmányosságnak egyetemes értékei a 18. század végétől. Ilyen a népszuverenitás, az államhatalmi ágak szétválasztása, a jogegyenlőség, a jogállamiság, illetőleg az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen jogainak biztosítása. Ezen alkotmányossági követelmények nélkül alkotmányos állam nem létezik. Ezeket az elveket, értékeket megőrzi és átvenni javasolja a koncepció az új alkotmányba is. Ezen kívül azonban a jelenleg hatályos alkotmány hiányosságot szenved abból a szempontból, hogy a nemzeti összetartozás kérdéseit, a közjavainak megőrzését, a természeti erőforrások védelmét, a kulturális örökség megtartását és egyáltalán a magyar történetiség vállalását nem fejezi ki kellőképpen. Tisztelt képviselőtársaim! Mások mellett még egy fontos érv hangzott el a többség részéről. Mégpedig az, hogy minden alkotmány a maga korának a kihívásaira akar választ adni. 1989-ben egy 4 évtizedes diktatúra után olyan korszakban történt az alkotmányozás, amely diktatúrában az alapvető emberi jogokat semmibe vették. Az individumot, autonómiát eltiporták, vagy legalábbis meg akarták törni, és egy hamis, kollektivista tudatot teremtettek. Ennek az ellensúlyozására helyezett az alkotmány rendkívül erőteljes hangsúlyt az egyén védelmére és az egyén jogaira. De éppen emiatt szem elől tévesztette a közösségi értékeknek védelmét. Ezt kell pótolni részben a preambulum, de különösen az alapvető rendelkezések címszó alatti új szabályok révén. Az alkotmány szerkezete és üzenet értékű. Nem mindegy, hogy milyen kérdéseket, milyen sorrendben szabályoz a jövőben. Kifejezetten helytelen és rossz megoldása, hogy a bizottság többségi véleményeként is elhangzott, hogy az alapvető jogok az alkotmány 12. fejezetében az alkotmány végén helyezkednek el, méltatlanul vannak hátrasorolva. Ezen változtatni kell, és a koncepció erre javaslatot tesz akkor, amikor az alapvető rendelkezéseket követően nyomban az alapvető jogokra kíván kitérni. Tisztelt képviselőtársaim, legfontosabb elemeit tekintve ennyi hangzott el a bizottság ülésén az alkotmány előkészítő eseti bizottság által az országgyűlés elé terjesztett alkotmány koncepcióról, amelyet, ahogy elhangzott, nem kíván jogi érvényre emelni, hanem vitairatnak tekinti. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most a kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor. Megadom a szót Gaudi Nagy Tamás képviselő úrnak. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Itt vagyunk ebben a vitában. A Jobbik Magyarországért mozgalom frakciója részt vesz a parlament ezen vitájában, hiszen nem kevesebbről van szó, és nem kevesebb követelményről, mint sem történeti jogfolytonosságunk helyreállításáról, és a történeti alkotmányunkban foglalt értékek érvényre juttatásáról. Ez a megkerülhetetlen feladatunk és kötelességünk, és bár a többségi véleményt ismertető képviselőtársam és Salamon képviselőtársam előadásában hallhattuk, hogy összeállt egy koncepció, amely nem
juttatja érvényre ezeket az elveket. Mi úgy gondoljuk, hogy mégis független attól, hogy mi zajlott a eseti bizottságban, milyen sorsa jutottak javaslataink, mégis megpróbáljuk most minden érvet és lehetőséget.